Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Aliszka Bau 48. Gemenc nagydíj. Izgalmakban gazdag versenyzést hozott a kétnapos sorozat. Fejlesztés Dombóváron. Ezúttal a horgászok örülhetnek a beruházásnak. Pityókát főztek a székelyek. Igazi iszkavalkát fogadta a nagymányokra érkezőket. Országos 11-es rugóbajnokság. Már zajlanak a területi válogatók. 48. alkalommal adott otthon Tolna megye a régió legnagyobb kerékpáros eseményének, az Aliszka Bau Gemenc nagydíjnak. A kétnapos rendezvény első szakasza során 163,1 kilométeres táv és 1445 méteres szintemelkedés várt a versenyzőkre, míg a második etapon egy 127,4 kilométeres szakaszon dőlt el a legjobbnak járó cím sorsa. Az összetett versenyben az új-zélandi Like Medway bizonyult a legjobbnak. Paksról rajtolt el az Aliszka Bau 48. Gemenc nagydíj mezőnye szombat délelőtt. A versenyzők kölesd, medina és szedres érintése után harcon keresztül jutottak el a finisbe, ami a Szekszárdi Béla téren volt. Az első etap 163,1 kilométeres távján a Voster ATS Team lengyel versenyzője Damian Papierski bizonyult a legjobbnak, hiszen három trikót is szerzett. Az első nap után tehát őt illette meg a szakasz győztesnek járó kék, a legjobb sprinternek járó zöld, és a legjobb fiatal versenyzőként a fehér trikó is. Mivel csak egyet hordhat, így a legértékesebb kékben állt rajthoz a második napon. Azt tapasztaljuk, hogy sokan vannak kint a Béla téren, és egy nagyon-nagyon szervezett, és egy nagyon-nagyon magas szintű versenyt tudunk itt látni és megélni. Köszönjük szépen a szponzoroknak a támogatást, akiknek a segítsége nélkül ez a lehetőség nem adódott volna meg a városban, és hát természetesen mindenkinek, aki bármilyen területen, bármilyen munkájával hozzájárult ahhoz, hogy ilyen magas színvonalon ez a verseny meg tudjon valósulni. Karl Ádám Kristóf, az Epronex Hungary Cycling Team versenyzője szerezte meg az első nap piros trikóját, ami a legjobb magyar versenyzőt illette meg. Igen, én legutóbb U19-esként voltam itt, már akkor is nagyon nagy hangulata volt, és most is nagyon, vagy hát itt voltak szurkolók, úgyhogy előjött belőlem a régi hangulat, úgyhogy tetszett a verseny igazából. 166 km szakaszunk volt, elég meleg volt, hát nem volt egyszerű. A végén, hogyha voltam a 10-be bejöttem, mondjuk ennél többet szerettem volna elérni, de elég elt vagyok a mai napra. A második nap izgalmairól a szálkai emelkedő gondoskodott, amit a keleti oldalról háromszor kellett megmászniuk a versenyzőknek. Ilyenre még soha nem volt példa a Gemenc nagydíj története során. Három darab hegymászás és 127 km után térünk majd vissza a Béla térre. Majd a versenyzők egy kicsit elmennek pihenni, utána egy kerékpáros fesztivál veszi kezdetét, tehetségkutató versenyek lesznek, utána utánpótlás versenyzőknek versenyek, lesz egy kis kerékpáros felvonulás, egy kis jambori mindenkinek, aki szeret kerékpározni, őket nagyon szeretettel várjuk ide. És végül este 8 órától pedig a Pálinkás Csaba emlékverseny, ez a régióban egyedülálló villanyfényes háztömb körül verseny veszi kezdetét. A nagyjából egy órás sprinten 28 kört teljesítettek a versenyzők Szekszárd központjában. A kétnapos kerékpárverseny legjobbja és győztese az új-zélandi Luke McBay lett. Kocsia elé kifutó lovat ütött el egy sofőr vasárnap Szekszárdon. Az utasok és az állat nem sérült meg, a járműben viszont komoly kár keletkezett. Az ügy körülményeit jelenleg vizsgálja a rendőrség. Péntektől vasárnapig 1420 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 499, szombaton 410, vasárnap 503 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron a katonák és a rendőrök. Emellett elfogtak 8 határsértőt az ország belsejében, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Új épülettel gazdagodott a Dombóvári Városi Horgász Egyesület. A fejlesztésre a Bethlen Gábor Alapítvány egy pályázatának köszönhetően kerülhetett sor. A 61-es számú főút mellett helyezkedik el a dombóvári tüsketó, amelyet az 1952-ben alakult Városi Horgász Egyesület üzemeltet. A tópartján a Bethlen Gábor kezelő alap pályázatán elnyert 10 millió forintból készült el a tároló és illemhelyiséget is magába foglaló épület, amelyet ünnepélyes keretek között adtak át. Ez egy minimum egy ekkora egyesületnél és egy ekkora tóparton, hogy ezért kulturális körülmények között lehessen igénybe venni a szociális blokkot. A szociális blokkon túlmenően még egy közösségi tér is kiépítésre került. Remélem, hogy sok ember hasznát fogja szolgálni ez a ma átadott épület. A Horgász Egyesület igyekszik megragadni a pályázati lehetőségeket a tó és környékének fejlesztésére. A közel 900 taggal bíró szervezet számára fontos, hogy a horgászok számára minden feltétel adott legyen a szabadidejük zavartalan eltöltéséhez, mondta el az egyesület elnöke. Ez egy régi vágya volt az egyesületnek, és az elnökségnek is egy régi ígérete volt. Gyakorlatilag ez egy ilyen szociális helység, illetve egy tároló épület, ami hát biztosítja a kényelmet. Az egyesület jövőbeni fejlesztési tervei között szerepel, többek között egy EU igényeknek megfelelő játszótér kialakítása, valamint a tó közepén található átjáró megújítása is. Megkezdte a rendőrség a határvadászok toborzását, a rendőrség honlapján már elérhető a pályázati anyag. A készeléti rendőrségen önálló határvadász ezred jön létre, amely Bács-Kiskun megyében 14, Csongrád megyében 6, Békés, Hajdú, Bihar és Szabolcs-Szatmár megyében pedig 1-1 századból áll majd. Első körben 2200 alkalmas jelentkezővel kötnek 3 éves szerződést. A rendőrség reméli, sokan jelentkeznek majd határvadásznak, mivel, mint mondták, a munkaerőpiachoz viszonyítva jó kondíciókkal tudnak állást kínálni. A következő napokban a főváros dunamenti területein, valamint Tolna megyében is írtják a szúnyogokat, tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A munkát platós gépjárművekre rögzített szúnyogírtó berendezésekkel végzik, általában este és éjszaka. A tervezett időpontok megtalálhatók a katasztrófavédelem honlapján. Mivel esős vagy szeres időben nem lehet a kezeléseket elvégezni, ilyenkor a meghirdetett időpontot követő 2 nap valamelyikén történik a szúnyog. Pityókás, vagy ahogy arra felé mindenki ismeri, burgonyás ételek fesztiválját szervezte a Nagymányoki Székelykör. A meghívást elfogadó közösségek a krumpli felhasználásának számtalan módját mutatták be a paprikástól az édességekig. Készül a krumplis lángos tésztája nagymányoki módra. Emellett az ideérkezők bográcsaiban főtt a paprikás krumpli, és az asztalokon készültek a sósságok és édességek, melyeknek közös vonásuk az volt, mindegyik alapanyaga a krumpli. A székely konyha pucatjával ismeri ezeket a recepteket. Mi bukovinai székelyek ezt megszoktuk, hogy pityóka. Az öregeknél ez egy olyan hagyomány volt, mert mindenhez lehetett használni. Csak egy kicsi ilyet, vagy szalonnát, vagy akármit hozzátettek, meg kijött belőle a kaja. Hát aztán itt ide is elhoztuk mi, ugye bukovinai leszármazottak vagyunk, és bizony olyan hét nincs, hogy ne legyen kétszer legalább valamiféle burgonya ételünk. Ezeknek az ételeknek az a nagy előnye, mondják a háziasszonyok, hogy nagyon gyorsan asztalra lehet tenni, és általában nagy is a keletje. Az örök kedvenc paprikás krumpli elkészítése pedig a férfiak dolga volt. Egy szegény embernek a paprikás krumpli az mindig elledele volt, és most egyre több szegény lesz, úgyhogy lesz több paprikás krumpli, szerintem. És a főétel után következhetett a fánk, amiről azt mondják az asszonyok, jobb, mint egy torta. De az is igaz, hogy ma már a fiatalok nem szívesen állnak oda sütögetni. Még nagyon nem törekednek, hogy ezt a receptet, hát majd ezután, mikor megérik azt, hogy na most gyerekek vannak, és ezt muszáj sütni. A főzés és a közös együttlét a jó kedvet is magával hozta. A nagymányoki székelyek meghívásának ezúttal 8 székely csoport tett eleget. A zsűri értékelési alapján az ételversenyben a bukovinai székelyek szekszárdi egyesülete bizonyult a legjobbnak.
Ezen a héten fokozottan ellenőrzi a tehergépkocsikat és az autóbuszokat, valamint vezetőiket a rendőrség Magyarország egész területén, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózata, a Rotpol, Truck & Bus elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az európai szintű ellenőrzés keretében hétfőtől elsősorban a vezetési és pihenőidővel és a veszélyes áruk szállítás összefüggő szabályok betartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálja a rendőrség. Az ellenőrzés kiterjed az illegális migráció, az embercsempészés, a kábítószerrel, valamint lőfegyverrel kapcsolatos, illetve a vagyon elleni bűncselekmények felderítésére is, tudatta az ORFK. Minden a lovakról és a lovasportokról szólt Tolna-Mözsön szombaton. A település részen ugyanis a lovasnapot szerveztek. A céljuk több hasonló rendezvény létrehozása. A legkisebbek testközelből ismerkedhettek meg a lovakkal, a négylábú állatokkal kocsikázni is lehetett szombaton. A szervezők délután a sporttal, sorversenyekkel és főzőversennyel is készültek. 13-an leszünk, előre jelezve így van. Hát lecsót főzünk, paprika, paradicsom, szalonna, kolbász, a legvégén kerül bele rizs. A Lovas Egyesület tagjai most először szerveztek családi napot a helyi pályán. A cél az volt, hogy a pandémia miatt kihagyott együtt tölthető időt pótolják. Csizmadobó verseny, szekérhúzó verseny, tehát egy ilyen falunap jellegű kis ilyen családi összejövetelt szeretünk volna abból az egészből kihozni, természetesen lovakkal egybekötve. Mözsön azt tervezik, hogy a lovas családi napból hagyományt teremtenek. Tavaly rendeztek először országos 11-es rugóbajnokságot, akkor csaknem 40 helyszínen 2000-re rúgtak kapura a milliós fődíjért. Most pedig már zajlanak az idei megmérettetés területi fordulói. A hétvégén a Tamási Német László Sportele futballpályán rúghattak kapura azok, akik nevezésüket leadták erre a helyszínre. Már zajlanak az országos 11-es rúgó bajnokság területi selejtezői. A tavalyi kiíráshoz képest fontos változás, hogy a versenyzőknek lakhelyükhöz képest 50 kilométeren belül kell jelentkezniük, de nem csak ez az újdonság. Tehát az első fordulóban, aki kihagyta az első rugást, utána közvetlen rúghatott még egyet. Ugye a tavalyihoz képest ez volt a változás, plusz aki kihagyta mind a kettőt az első fordulóban, az még utána újra tudta vásárolni egy-egyet, amivel bent tudott maradni a versenybe, és akkor tudta folytatni. Viszont utána már, ha újra vásárolt, mint ahogy nálunk is volt rá példa, utána már csak egyet rúghatott, és azt kihagyta, akkor kiesett sajnos. A Német László Sporttelep futballpályájának kapujában a Tamási 2009 FC megye 1-es csapatának kapusa védett. A területi forduló alkalmával 14-en álltak pályára, közülük került ki az a két személy, akik a Bozsik arénában küzdhetnek majd meg a fődíjért, amely legalább nettó 1 millió forint, de a megnyerhető összeg a nevezők számától függően akár ennek a többszöröse is lehet. Az egyik továbbjutó, a Tamási 2009 FC egyik ifjú focistája. Igazából azért neveztem, hogy megnyerjenek és tovább isak, úgyhogy nehéz volt, nyilván felnőtt kapusnak, meg jó barátom, úgyhogy nehéz volt, de figyeltem és odarúgtam, hol kellett. Azok számára, akik a Tamási területi fordulóról lemaradtak augusztus 6-án, Dombováron még lesz lehetőségük részt venni a 11-es rúgó bajnokság selejtezőjén. Regionális híreink következnek. Balatoni márkajelzés. Már a boltokban a kiváló minőségű hal. Mamutcsontokra bukkantak a Baranyai Mária gyűdön. Pécsre szállítják majd a leleteket további vizsgálatokra. Balatoni nyár. Idén is népszerű a magyar tenger. A balatoni hal tavaly kapott földrajzi oltalmat, most pedig ez a kiváló minőségű termék piacra is került. Ezt a napokban jelentette be az agrárminiszter. Nagy István azt mondta, az árujelző sokat lendíthet hazánk fogyasztási mutatóin. A balatoni hal ünnepére gyűltek össze azok, akik az elmúlt években azért tevékenykedtek, hogy a tó környéki víztározókban felnevelt őshonos fajták immár oltalom alatt állva kerüljenek a fogyasztók asztalára. 2021. júniusában, tehát pontosan egy évvel ezelőtt sikerült pontot tenni a kérelmünk végére, és innétől kezdve
uniós eredetvédelem alá került és a földrajzi jelzésű termék lett a balatoni hal. Nagyon magas minőségű termékről van itt szó, amelyet egy szigorú termelés technológia körülményei között tudunk csak elérni. Ehhez két halfajt és két tájfajtát használunk, az egyik a pontyfaj, a másik pedig a süllő. Ezt az oltalmat jelző uniós szimbólumot mostantól kötelező feltüntetni a piacra kerülő termékeken. Ez ugyanis azt mutatja a fogyasztóknak, hogy kiváló minőségű alapanyagot tartanak a kezükben. A célunk, ahogy az előttem szóló is elmondta, hogy ezt a terméket megismertessük a piaccal, hogy eljuttassuk a balatoni éttermekbe, hogy ott meg tudják a vendégek kóstolni, és ahogy hallottuk, a kiskereskedelmebe is tudjuk szállítani. Az agrárminiszter pedig a többi között arról beszélt, mára bebizonyosodott, hogy évekkel korábban jó döntés volt betiltani a kereskedelmi célú halászatot. Ahhoz a döntéshez, amely arról szólt, hogy a halászati tevékenységet a természetes vizeinkről le kell állítani, szerintem ma már mindenki látja, hogy ehhez kétség nem fér, ennek a helyességéhez. Nézzük meg, hogy növekedtek a halállomány mennyisége, a halaink minősége, nézzük meg, hogy a magyar horgásztársadalom létszáma hogyan bővült majd 800 ezer fősre, tehát valami fantasztikus horgász élet indult meg, amely egy új lehetőséget vonzott ide a Balaton környékére is. Az élő, illetve mélyhűtött pontyokat és süllőket elsősorban a Balaton környéki vendéglátóhelyeken lehet majd megtalálni, valamint tóparti üzletekben. Például Siófokon, Balatonbogláron, Keszthelyen, Répfülöpön és Veszprémben. Egy fiatalabb és egy idősebb mamut állkapcsát, valamint több agyar találtak a Siklós Mária gyűjtelepülésen végzett leletmentő ásatáson. A környéken emberi tevékenység nyomait is felfedezték, de ezek egy későbbi megtelepedésről árulkodnak. A mamut lelet további vizsgálata a Janus Pannonius Múzeumban történik majd. Egy lakóház építése, tereprendezése közben különös leletek kerültek elő a földből Siklós Mária gyűjttelepülésen. A tulajdonosok ezt azonnal jelentették a Janus Pannonius Múzeumnak. Az intézmény munkatársai kiszálltak a terepre ezen a héten, ahol megállapították, hogy a leletanyag régészeti szempontból valóban igen értékes. A múzeum ekkor leletmentő ásatást indított Talabér Ildikó régész vezetésével, amely jelenleg is tart. Ezeket a fényképeket a múzeum dolgozói készítették a helyszínen, ahol mamutcsontokat találtak. A mamutcsontok azért érdekesek, mert a Magyar Természettudományi Múzeumból érkező Katona Lajos Tamás elmesélte nekünk, hogy valójában az eredeti löszben kerültek elő ezek a mamut csontok, és valószínűleg ezeket ide felhalmozhatták, és ez a ritka, hogy ilyen környezetből kerülnek elő, inkább kavicsbányából szoktak ezek előfordulni. A környéken továbbá egy későbbi megtelepedés nyomaira is rábukkantak a régészek. Itt meg folyik az ásatás. Jelenleg azt mondhatom, hogy ugye kerülnek elő kerámiák, akár kisebb állatcsontok is, illetve hamus rétegeket tudtunk megfigyelni, úgyhogy a későbbiekben tudunk erről mondani, hogy milyen korszakra datálhatjuk őket. Bár házhelyek nem kerültek elő, de a fellelt gödrök kerámia töredékeket, illetve hamus égett rétegeket rejtettek. A megtelepedés korára mindebből csak következtetni lehet, annak pontosabb meghatározása a későbbiekben történik meg. Az előkerült mamutleletek a Janus Pannonius Múzeumba kerülnek, ahol tudományos feldolgozásuk megkezdődik. A hőségnek is köszönhetően hétről hétre többen vannak a Balatonon. A tóparti forgalom növekedését jól jelzi, hogy június utolsó két hetében majdnem 500 000 ember utazott a balatoni vasúti vonalakon. Vannak, akik csak egy hosszú hétvégét, mások akár egy-két hetet is eltöltenek ott. Hétköznap kora délelőtt az egyik Balaton lellei strandon. Sok nyaraló szinte az egész napot a parton tölti, és akadnak olyanok is, akik szeretnek a környéken kirándulni, vagy valamilyen programon részt venni. Tegnap előtt érkeztünk, 5 napig kívánunk maradni, nagyon sok szórakozási lehetőséget látok itt, sok étterem van, szép a part, a látványok,
úgy tudom, a cirkusz is itt van, lehet majd meglátogatjuk. A Balatonra az egész országból érkeznek vendégek. Mi szintén egy nagy üdülővárosból érkeztünk, Hajdúszoboztóról. Azért érkeztünk ide, mert mi imádjuk a magyar tengert, nekünk ez a Riviera, próbálunk minél több helyre eljutni, amit még nem jutottunk oda. Ez szerintem Lellének nagyon jó természeti adottsága, hogy ilyen középen vagyunk, és akkor minden közel van hozzánk. A növekvő vendégjárásra jó példa a balatoni vasúti vonalak forgalma is. Ezeken csak az elmúlt hónap utolsó két hetében 458 ezeren utaztak. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ kimutatása szerint pedig szintén júniusban a tó környéki vendégészakák száma 15%-kal volt magasabb a 2019-es év azonos időszakánál. Készülhetnek párlatok gyümölcsökből, zöldségekből, de akár más alkoholos italból is, tudtuk meg Kárászon. A helyi szeszfőzdében egy különleges ital készítésére kérték fel a tulajdonost. Sörből készítettek vele párlatot, amihez a környék legnagyobb sörgyára biztosította az alapanyagot. A kisüzemből kikerült 65 fokos italt fahordókban érlelik még évekig. Sörös hordók a Kárászi Pálinka főzdében. Párlat készül ezek tartalmából, ami új termékként kerülhet a piacra, tudtuk meg a kisüzem tulajdonosától. A helyi legnagyobb sörgyár keresett meg minket már tavaly a Covid idején, hogy ilyen közeli lejáratú sörökből készítsünk nekik párlatot. Úgy tűnik, hogy ez működött, tetszett nekik, amit tavaly előállítottunk, mert idén is elég nagy mennyiséget készítettünk nekik. Ha jól tudom, a tervük az, hogy ők ezt fahordókban fogják érlelik, és aztán fogják majd a piacra dobni sörpárlatként majd. A párlat 65 fokos, így kerül fahordókba. Itt még érlelik 4 évig, utána palackozza majd a gyár az italt. Azt azonban még nem tudni, hogy a kikerülő terméket végül hány fokosra állítják be. De mindenképpen egy különleges sörpárlattal találkozhatnak majd a fogyasztók, mondja a főzde tulajdonosa. Végül mutatjuk főbb Tolna megyei híreinket, még egyszer röviden. Aliszka Bau 48. Gemenc nagydíj. Izgalmakban gazdag versenyzést hozott a kétnapos sorozat. Fejlesztés Dombóváron. Ezúttal a horgászok örülhetnek a beruházásnak. Pityókát főztek a székelyek. Igazi iszkavalkát fogadta a nagymányokra érkezőket. Országos 11-es rugóbajnokság. Már zajlanak a területi válogatók. Kedden szerdán tovább fokozódik a meleg, visszatér az országos hőség. A maximum hőmérséklet egyre több felé meghaladja a 35 fokot. Az éjszakai felfrissülés mérséklődésével pedig a napi középhőmérséklet is sok felé 25 fok felett marad. Felhőtlen égbolt, szikrázó napsütés, általában gyenge, keleten időnként kissé élénk légmozgás várható. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!